Egy ideje már nagy üzem van a Sóstrói úti pályákon, a Marsó Teniszcentrum versenyzői mellett amatőrök is ütik a labdát. A hétvégén viszont már a lelátók is megtelhetnek, mivel az elmúlt évekhez hasonlóan egy rangos nyári tornának ad otthont a létesítmény. Régóta készülünk erre a tornára, hiszen amikor a versenynaptár megjelent, akkor úgy döntöttünk, hogy az idén az elmúlt évekhez hasonlóan egy nagyszabású versenyt mindenképpen szeretnénk megrendezni, még akkor is, hogyha járványhelyzet miatt jóval kevesebb lehetőség van az idén, mint az elmúlt években. Úgyhogy gyakorlatilag mi májustól készülünk erre a versenyre. Hozzátéve azt, hogy még minket is meglepett kicsit, hogy milyen nívós nevezők adták le jelentkezésüket erre a megmérettetésre. A legtöbb nevezés a férfi egyesre érkezett, ahol 48-as tábláról indulnak majd a teniszezők. A nézők hosszú idő után láthatják ismét Nyíregyházán játszani Fucsovics Mártont. Kiemelkedik a mezőnyből természetesen Fucsovics Márton, aki nagyon régen játszott Nyíregyházán, talán utoljára még a csarnokbeli Davis Kupa mérkőzését játszotta utoljára hazai környezetben, illetve emellett viszonylag kevés ilyen hazai magyar rendezésű versenyen indul, úgyhogy az ő részvétele igazi kuriózum. Edmellett, aki igazán meg szeretné nézni, hogy milyen is a magyar teniszélet ma Magyarországon, az érdemes, hogy, és érdemes, ha kilátogat, hiszen a top 10-ből 4-5 versenyző adta le előnevezését, köztük több Davis Kupa játékos, így Marozsán Fábián, Nagy Péter, illetve a feltörekvő nemzedékből mindenképpen ki szeretném emelni Fajta Péter vagy Örös Máté nevét, akik akár még arra is esélyesek, hogy Marcit komolyan megszorongassák. A tornán természetesen elindulnak a hazai teniszezők is, akik között van, aki éremesélyesként lép majd pályára. Fiú 14 kiemelt második kategóriás verseny is megrendezésre kerül. Ebben a korosztályban éremesélyes Juhász Bence, aki az elmúlt hetekben egyébként a Szentesen megrendezett vidékbajnokságot megnyerte, úgyhogy őtől mindenképpen szép eredményt várunk, még akkor is, hogyha az F14-ben is nagyon nívós, és talán azt mondom, hogy a vidékbajnokságnál erősebb mezőn gyűlik össze. Emellett természetesen, aki versenyszerűen sportol a Marsó Teniszcentrumban, ők elindulnak a versenyeken. Gyakorlatilag mindenkitől a saját képességei és tudása szerinti legjobb játékot várjuk. Nagyon sokat edzettek az elmúlt időszakban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki azért önmagához képest szép eredményeket fog elérni. A tornára ingyenes a belépés, a program szombat reggel 9 órakor indul, és a szervezők tervei szerint hétfő délelőtt a férfi egyes döntőjével zárul majd a Marsó Bike Kupa.